város területén elkövetett bűncselekmények száma az előző évhez képest 17,3%-kal csökkent. Nyilvánvalóan a pandémiával kapcsolatos körülmények, következmények is szerepet játszanak ebben az eredményben. Tehát 2514-ről 2079-re csökkent a elkövetett bűncselekmények száma, de ha a tendenciát nézzük, akkor az egyértelműen megállapítható, hogy ez nem kizárólag a pandémiával van összefüggésben. Tehát 10 éves távlatban egy drasztikus csökkenés tapasztalható a Debrecenben elkövetett bűncselekmények számában. 2010-ben még több mint 21 ezer ilyen jellegű cselekmény történt, 2020-ban pedig már kevesebb, mint ennek a tizede. Nyugodtan mondhatjuk az teljesítmény alapján, hogy Debrecen az ország legbiztonságosabb városai közé tartozik. Az, hogy milyen a közbiztonság egy városban, annak számos vetülete van, számos hatása van az élet különböző területére. Ugye Debrecen az elmúlt években rendkívüli gazdasági sikereket, gazdaságfejlesztési eredményeket ér el, és nyugodtan mondhatom, hogy azoknak a tárgyalásoknak, amelyek ezeket a befektetési lehetőségeket előkészítik, rendkívül fontos eleme a városban tapasztalható közbiztonság, a város biztonságossága, az elkövetett bűncselekmények száma, típusa. Ezt minden Debrecenben befektetni szándékozó cég vizsgálja ezt a kérdéskört, és megkönnyíti a döntést, megkönnyíti Debrecen promotálását, amikor azt lehet mondani, hogy ezt a tendenciát kell figyelembe venni akkor, amikor a döntéseket meghozzák a befektetőink. Debrecen gazdasági életére is szignifikáns hatással van a debreceni rendőrkapitányság valamennyi munkatársának munkája, a debreceni rendőrkapitányság teljesítménye. És a város a közbiztonság vonatkozásában természetesen tehet vállalásokat, és igyekszünk segíteni a rendőrségnek a munkáját. Többek között például azzal, hogy ebben az évben is egy 50 millió forint körüli összeget terveztünk be a város költségvetésébe a köztéri kamerák telepítésére, illetve a zöldváros programokban szintén helye van a köztéri kamerák fejlesztésének, amely nyilvánvalóan a rendőrségi központba juttatott adatokkal, információkkal segíti adott esetben rekonstruálni egy-egy bűncselekmény körülményeit, annak a utóhatásait is tudjuk ezáltal szerintem nagy mértékben kezelni. A bűncselekmények száma csökkenésével párhuzamosan nőtt a nyomozás eredményességünk. Ez 88,5%-on állt meg a tavalyi év végén. Ez azt jelenti, hogy az előző évhez képest is 3,5%-os javulást értünk el. Azt lehet látni, hogy honnan indultunk, és kifejezetten az előző évekhez viszonyítva is tovább sikerült javítani ezt az eredményt is. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma tekintetében ez a számot, a regisztrált bűncselekmények számát polgármester úr már említette, de a felderítési, illetve vádemelési javaslattal befejezett ügyeinknek a számát azt a százalékos arányok mutatják, 94,1%-át el tudtuk vádképesen végezni a munkánkat, és lehetőséget adtunk arra, hogy a bíróságon legyen vége a közterületen elkövetett bűncselekményeknek. Természetesen megelőzésre is nagy hangsúlyt fektettünk, együttműködünk az önkormányzaton kívül, természetesen a polgárőrséggel, idősügyi szervezetekkel, iskolákkal, és még nagyon sok más partnerszervezetünkkel.